A lánygyermekek közel 5%-át éri szexuális bántalmazás napjainkban, ezek 3/4-ét a szülők követik el. A gyermekkorban elkövetett erőszak nem csak rövid távon okoz fizikális sérelmet, hanem az áldozatok életét hosszú távon meghatározza, az egész személyiségüket érintő következményekkel jár. Erről a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából a megyei rendőrfőkapitányságon rendezett megemlékezésen beszéltek. Az előadások során elhangzott, a gyermekkorban elkövetett erőszak olyan traumákat okozhat, mely az áldozattá vagy éppen a bántalmazóvá válást mozdíthatja elő később. Ez tulajdonképpen a fejlődési traumatizáció zavar nevű diagnosztikai kategória, amely a legújabb klinikai diagnosztikai rendszerekben megjelenik a bántalmazott személyeknek a tulajdonképpen a pszichés tüneteinek a leírására, amely egyrészt az érzelmi szabályozás zavarát, másrésztről az önértékelési zavart, harmadrésztről pedig a figyelem szabályozás zavarát foglalja magában. Odalépett hozzám. Megkérdezte, hogy vagyok. Tetszett nekem. Jóképű volt és figyelmes. Felajánlotta, hogy hazakísér. Elfogadtam. Kisfilm segít felhívni a figyelmet a nők szexuális kizsákmányolására. Ez is része a Nemzetközi Migrációs Szervezet és az Országos Rendőrfőkapitányság közös kampányának, mely az emberkereskedelem visszaszorítása érdekében indult. A szexuális kizsákmányolás ennek jelentős részét teszi ki. Ma Magyarországon a becslések szerint 5 és 20 ezer közöttire tehető azon nők száma, akik érintettek ebben. Azt látjuk, hogy többféle korcsoport is van, ami megjelenik ebben a műfajban sajnos, de akár már 13-14 éves kortól, mondjuk 20 éves korig van az első korcsoport, amire nagyon le kell figyelni, és aztán 30 fölött van egy másik korcsoport, amit látunk, itt is előfordul a szexuális kizsákmányolás. De alapvetően nem is annyira a korcsoport a lényeg, mint inkább a társadalmi helyzet, ami ebbe a helyzetbe sodorhatja az áldozatokat, illetve gondolhatunk a tartós munkanélkülségre, a kiszolgáltatottságra, a kilátástalanság különböző aspektusaira, hiszen ezek azok a tényezők, amik az embereket ebbe az irányba viszik, és kényszerként megjelennek ebben a helyzetben. Pontos adatok nincsenek az esetek számát illetően. A nők elleni erőszak még mindig számos esetben rejtve marad a hatóságok elől, a félelem vagy a szégyenérzet miatt. Szabolcs-Szatmár megyében éves szinten körülbelül 10 000 bűncselekmény történik. Családon belül erőszak, hát ez egy viszonylag kis szegmense, nyilvánvaló a látenciának is köszönhető. Hogyha számszaki adatokkal is szolgálhatok, akkor azt megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évben 1100 családon belüli erőszakról volt tudomásunk. Most ez volt, ami bűncselekmény volt, ami ettől kisebb tárgyasúlyú cselekmény volt. Ebben az évben ennek 600-as nagyságnál tartunk. Tehát az látszik, hogy ugyan még az évnek nincs vége, de azért az előző évhez képest ez valamivel kevesebb lesz ez a szám. A szakemberek szerint a nők ellen elkövetett erőszak visszaszorítása érdekében nem elég az elkövetők megbüntetése, fontos a családi és társadalmi szintű megelőzés, valamint a média értékközvetítő szerepének is jelentős szerepe van.